Na, megkaptam gyerekek a takás drótot. 1 pound 0,45 kg. Ez nem olyan sok, soknak tűnik, de nem olyan sok. Van ebből az 5 poundos is nagyobb takás, nem tudom, hogy de azt hiszem ebben nem fér bele nagyobb takács. Na, de ezt kell vigyázni, mikor installálod be. Hát, hogy itt át van dugva a lyukon, hogy ne tekeredjen le. Tehát előbb be kell tenni a takácsot, akkor meg kell fogd a drótot. Jó spacirin! Megfogod a drótot egyik kézzel, hogy ne tekeredjen le. És akkor úgy kell oda befűzni. Na, beszerelem is akkor. Akkor megnézzük. Vagy mutassam meg, hogy szerelem be. Nem akarok mindent lefilmezni, amit csinálok. Mert túl sok lesz a videó, és túl hosszúak lesznek. Na. Hát ide menjen be ez a kettő közi. Ezen a likon. És ezt... hogy is kellett csinálni? Ezt a kettőt szét kell nyitani valahogy. Azt hiszem, ezt fellazítod, felemeled. Ja, ez az. Na jó, fűzzük tovább. Hadlám el. Jó, van, működik a gép. Pisztoly legyen kéznél. Ja, közben egy kicsit letekeredett az elép, kicsúszott a kezemből, de vissza tudtam tekerni, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Na jó, itt van a pisztoly. Ja, nagyon oda kell figyelni. Amúgy ez a drót törik. Ja, csak hogy töröd, akkor nem lesz olyan jó, mert megtűrődik, úgyhogy jobb vágni. Na, fűzzük akkor megint be a likba. Ott a másik likkal van a baj, nem látom. Itt úgy kell fogni, nem elég fogni csak a drótot, hanem kell fogni a izét is, takácsot és a drótot. Hol itt a lik, ti lássátok-e? Megkaptam. Ja, meg lehet a likat kapni sötétbe is. Oké, akkor ezt becsukjuk. Vár, még egy kicsit itt taszíthatom. Csak azért, hogy érezzem, hogy nem akad meg. És taszíthatom addig, amíg kijön teljesen. Na, de tovább nem taszítom, most már itt leblokkoljuk. Tovább nekem fogjam. Meddig kell ezt szorítsam? Na, ez egy jó. Na, hadd lám. Ja, kapcsoljuk be. Tekeredik-e? Na, a sebességet nyomjuk fel neki maxra. Jó, maximum van. Új! Az ereszti, hé, fila! Csúszik a kuplunk? Hát rá kell itt húzzak egy kicsit még. Bangó Béla. Figyelj oda, ember, miért nem figyelsz oda a részletekre? Kicsit szeleburdi vagyok. Tudjátok.
Nem egy mit kaptam itt, hogy kerestem cuccokot. 1 milliméteres lap. 0,40 incses, 0,0,40 incses. Két csiszolókorong, az ilyen durva smérli. És egy ilyen vastagabb korong. Ezeket használtam, és ezt hónap kipróbálom. Ezzel fogom majd a táblákot elvágni. Ez még vékonyabb, én 1,6 mm-es seket vettem, már ócsóbbak voltak. Ez duplája az a... Kicsit meg van törve. Nem, nincs. Nagyon vékony, arra kell vigyázni. De az az egy tekács, ó, hát ez nem lesz elég közel se. Ez... Szerintem még kell vegyek legalább 2-3 tekácset. Nem a sócsú, 10-12 dollár egy ilyen tekács. Na, de addig nem veszek, amíg nem tudom, hogy... hogy fog-e működni a dolog, úgyhogy reggel egyet tesztelünk, és meglássuk. Végül is azt megcsinálhatom, hogy ugye mindent elé készítsek, és méretre bevágjak. Ó, ma adtatok egy jó tippet a kommentekbe, hogy hogy vágjam be a táblát. Én úgy gondoltam, ugye, hogy belé oda csiptetem heggesztéspontokkal a két vinkli vasat hosszába, a két szélinél alul, becsöpögtetem. Előbb ugye ki kell vágjam az oldalánál, elől a két oldalánál a táblát. És... ja. És visszaheggeszteni az új táblát. Na mindegy, vinkli vasakot becsepegtetni. És én úgy gondoltam, hogy felviszem mind a négy lemezt, ugye. És hát bepasszítom oda. És akkor bebújok alája. Mert ugye egyik lemez rá fog menni a másikra. És bebújok alája. És a felső lemezt ugye alulról meg tudom jelölni, ott ahol az alsó lemez véget ér. Ott megjelölöm alulról egy pár helyen. Hát hosszan csíkot nem tudok húzni, ugye ott vannak a keresztgerendák, de egy 4-5 helyen megjelölöm fésztollal. Alkoholos kariókával. És akkor tudom, hogy hol kell elvágni. Vagy végül is ugye a gerendák között teljesen csíkot is húzhatok, és majd összekötöm. Vagy megjelölöm 4-5 helyen, és összekötöm egy vonallal. Ja, úgy a legjobb. És akkor tudom, hogy ott kell elvágni. Na de, ma adtatok kommentbe egy még jobb ötletet. Habár nem tudom, még jobb-e, egy első olvasásra jobb volt, de most jobban bele gondolok, látnám olyan jó. Azt mondtátok, hogy felülről ugye, tehát tegyem be a négy táblát, és fent a flexel ugye menjek végig, és egy csíkba vágjam el ott, ahol hát csak az akkor mind a két táblát el kell vágjam. Ami végülis nem olyan nagy gond. Csak meg akartam tartani a maradék 4 incs csikot. De lószal mindegy. De értitek ugye, tehát felülről egymás, beteszed a négy táblát, csak akkor hosszan, ugye már hosszabbak lesznek a táblák. Akkor így mind a kettőt elvágom, tehát egy vágást csinálok hosszába, csak ja, azt nem tudod úgy, hogy a tábla szélinél, tehát az mind a két táblát át kell vágd. És akkor csak nem tudom, akkor csak egy lapnyi, akkor csak annyi hézag marad a két tábla között, az elég lesz a feltöltésre. Nem úgy kéne heggeszteni, hogy valaki azt ajánlott, hogy úgy heggesszem, hogy két külön varrottól külön a táblákot. Mondjuk azt meg tudom csinálni ugye a keresztben, mert ott a tábla ott fog végződni az uvasnak a
közepén mind a két tábla. Ott végig tudom varni. De a hosszanti varratot azt úgy kell, hogy a két táblát kell összehággasszam, mert ugye nincsen, ha hányként van az uvas, ugye ott tudom az uvashoz hággasztani, de a két táblát is össze kell hággasztani, és akkor az a jó, hogyha minél kisebb a rés, nem? Tehát akkor 1 mm-es lappal hosszan elvágom, minél kisebb legyen a rés, és akkor csak végig menjek el. Hát nem egyszerre menjek végig, ugye, azt ajánlottátok többen is, hogy úgy csinálom, hogy előbb megcsepegtetem egy pár helyen, és akkor így csinálok, mit tudom, 5 centi varratot, 5-10 centi varratot, tehát egy ennyi varratot itt, akkor egy ennyit ott, és akkor itt, tehát így szakaszonként csinálva azért, hogy ahogy melegedik az anyag, ne húzza el a táblát. De akkor, hogyha kicsike a rés, akkor abban is nem is kéne rés legyen. Ja. De hát mindegy, mert egy kicsit össze tudom tolni. Csak akkor annyi, hogy a külső széleit akkor nem szabad lehágásszem, mert azt ajánlotta, aki írt a kommentbe, bocsánat, nevedre nem emlékszek, de aki írt a kommentbe, hogy így csináljam, hogy vágjam el középen a két táblát hosszába, az azt mondta, hogy előbb a két szélit vinklivashoz hágásszem oda, de ha oda hágásszem, akkor nem lesz jó, mert össze kéne érjen a két táblához, hogy hosszába tudjam varni, mert ugye alatta nincs semmi, csak helyenként az uvasok, és hogyha oda hágásztem, akkor nem tudom összetaszítani, hogyha nem hágásztem oda, össze tudom taszítani. Nem jó. Nem jó, gyerekek. Azért nem jó. Na, tyúk bele, kutyafüle. Azért nem jó. Hát nem fogok tudni olyan szép egyeneset vágni. Még akkor se, hogyha kicsaptatok egy egyenes vonalat. Úgyhogy ezt úgy kéne csinálni, úgy, ahogy mondtam az előbb, hogy alul bejelölöm, elvágom, és akkor a táblát megfordítani. Úgyhogy a vágatlan fele legyen középen, ahol a két tábla találkozik, így hosszába. Értitek-e már, az akkor ugye egyenes gyári él, kettő összeér, és ott végig lehet menni és megvarni, a kettőt összevarni. És akkor a külső szélek, ugye, ami a vinklivasra megy, az nem számít, hogyha nem teljesen egyenes. Mert ugye azt varrod oda a vinklivashoz, és a vinklivas másfél incs széles, az mennyi, 2,5 centi egy incs, tehát majdnem 4 centi, a 4 centi is egy kicsi széles, úgyhogy ez nem kell pont beérjen a sarokba, egy kicsi, ja, kicsi rés lehet, és hogyha egy kicsit nem egyenes, az se gond, mert hosszan varrod, de ja, követed a vonalat. És a tábláknak a hosszát, az első két táblának a hosszát, amelyik a kabon felül lesz, azt ugye levágom van előre, mert azt mutassa ott, hogy úgy vágom le, hogy a uvasnak a közepire essen, és az utolsó két táblának a hosszát nem vágom le, hanem lehajlítom kalapáccsal, ugye, hogy ahogy volt ezen a régi lemezzel is. És akkor ennyi. Végül is nem nagy vasszizdasz.
meg lehet csinálni. Csak ugye attól függ, hogy a heggesztő hogy fog működni, és hogy, hogy a szaki hogy fog... Hát gyakorolok, na, hónap gyakorolok. Van már egy kicsi gyakorlatom, mikor a gépet megvettem, azt a szaggázgattam bele a motorokra. De akkor tökölés volt, mert armom se volt, hosszabbítón. Előbb generátorról próbáltam, de nem volt elég az áram erősség. Hosszabbítók, aztán végén átvittem gépet, és ott heggesztettem. De most ott van ugye 20 amperes áram, meg a 12 gauge-es hosszabbító. Úgyhogy jó kell legyen az áram erősség. Csak egyet kell ugye gyakoroljak. Ja, körkörösen kell. És ja, két kézzel, valaki ajánlott, hogy két kézzel, persze azért vettem direkt a maszkot, hogy ne kelljen fogjam, mert mondom, csak egy ilyen izé kicsi maszkkal jött, amit egy nyele volt, egyik kezeddel kellett fogjad. Ugye a két kézzel kell csinálni. Na jó. Többet már ne pofalszok. Holnap nagy nap lesz, gyerekek. Valami neki heggeszteni. Ja, már sokat az előkészítéssel nem fogok tökölni. Egy kicsit leküszörülöm itt-ott. És a... Ja, már nem tudtam befejezni a küszörülés, a rozsdamarózást. Így holnap befejezem. És csinálom a teszheggesztéseket. És vasárnap... neki lehet szökni és megcsinálni. Ha kell, még ugye beugrok a Home Depotba, veszek el drótot. Vagy megkérem a Naples-i magyar haveromot, aki jön vasárnap reggel segíteni, hogyha kész leszek addig az előkészületekkel, hogy hozzon a Home Depotból nekem egy-két cuccot, néhány vágólapot. Megkezdtem kifogyni, meg mit tudom, két tekercs ilyen heggesztő cuccot, drótot. És hogyha megy a dolog, akkor ja, heggesztem, és hogyha nem fog jól menni a dolog, akkor hívok egy szakit, de már minden elé lesz készítve, minden bevágva, méretre bepasszítva. Úgyhogy jön ide, csak várja, meg várja, pak, két óra alatt, két-három óra alatt kész van. Hogy ennyi. Okay. Menjek, mert még dolog van egy kicsi a bányába is. Neked üzemeljek el, jött egy videókártya. Nepa.